Sziasztok! Ági vagyok, az Ürömlány, ez pedig itt a Kiborító. Minden olyan témát kiborítunk az asztalra beszélgető társammal, Szilágyi Miklóssal, amit elénk vet a LinkedIn, és szerintünk izgalmas. A véleményünk nem minden esetben egyezik, amit mi kifejezetten élvezünk. Vállaljuk az összes utaságunkat, esetlenségünket, tudásunkat és tudatlanságunkat, a véleményünket, ami szerintünk nincs kőbevésve. Mersz velünk jönni így, hogy kiborítók vagyunk? Miklóssal a LinkedIn-ről ismerjük egymást, ahogy ő mondta, én 2022. júliusában robbantam be, valójában csak elkezdtem posztolni olyan dolgokról, mint hogy hogyan tűntem el majdnem a saját életemből, vagy hogy szerintem az alázat egy bullshit. Ő meg jó ideje tolja a tartalmat rengeteg felületen. Mérnök, a B-oldal B-oldalán, én jelenleg szoftver dokumentáció készítő és manuális tesztelő vagyok 43 évesen. Nem azért készítem ezt a podcastot, hogy tetszen, a cél inkább az, hogy segítsünk gondolkodni, saját fogódzót találni. Vitatkozni abszolút ér velünk. Az őmőzéseken még dolgozok, ezt nézzétek el nekem, illetve abban egyeztünk meg, hogy minden egyes adás előtt három dologgal feltegeljük saját magunkat, ami éppen akkor fontosnak tartottatik. Valamint megbeszéltük azt is, hogy 3 perces dialógusokban fogunk beszélni, erre sokat hivatkozunk, azért mondom el csak. Egy baby boomer vagyok, 2 olyan akkora fiam van, mint te, 40 és 42 évesek, és ennyi. Én szerintem akkor az nagyon meghatározó. Nem azért, nem az, hogy milyen az ember, de hogy mit élt át, stb. És a másik az, hogy mi a neme. Hát uh-huh. Most már ugye lehet 3 is, tehát meg 5 is, meg 10 is, nem? De mindegy. Ez amit észreveszünk egy emberen. Ebben ma is szeretnék belemenni, hogy milyen eme, mert folyamatosan pörgött a reggel óta az agyam arra, amit írtál, és erre volt egy bevillanásom, de előtte én is elmondom az én tagjeimet erre az adásra. Én hétvégi anyuka vagyok, ami egy nagyon fontos dolog nekem, hogy ezt felmerem vállalni, nem a gyerekeimmel élek, hibrid vagyok. Ez azt jelenti, hogy queer, mert ez még nem volt te. Én ezzel nagyon sokat foglalkoztam, de azt, hogy hibrid, azt még senki nem mondta. Binális, okay. Az igen, de... Mindjárt erre kitérünk, de mielőtt ezt elkezdjük, szeretném a ma reggeli beszélgetésünket egy picit idézni, ahol azt mondtad, hogy akkor erről a dologról lehetne beszélgetni, erről a feminizmus 3.0. Sokkal tágabban, tehát az egész woke, egész hogy mi belőle a fontos, mert van benne. Mi az, amit önmagának is túllő? Uh-huh. Én szeretem azt megfigyelni, hogyha én nekem valami nem tetszik, az egy dolog. Megfigyelem, hogy az neki is miért nem jó. A woke az azoknak se jó, akik csinálják. Adítják a másik fele. Tehát nem a megértés felé megy, hanem a széthúzás felé megy a dolog. A senkinek nem jó. Nekik se jó. Hogy mi abból, ami fontos, hogy feljött. Mert fontos dolgok jöttek vele fel. És itt a rész is, a gender is, hát most nem tudom, a túlsúlyosság, meg nagyon sok minden. Erről komoly könyveket olvastam egyébként pontra. Tehát ez érdekel, és nagyon sok videót néztem meg, mert érdekel. Mert ez azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog mostanában, és valószínűleg fontosabb dolog lesz itt is nálunk, bár ebben nem vagyok annyira biztos. Tágabban, mint a gender, azt akartam csak mondani. Ez, hogy... Elmondom azt, hogy mit flasheltem ma, és hogy lehet, hogy egy picit így a hibridségre is majd választ adok. Kicsit félúton érzem magam a nő meg a férfi között, azért, mert nagyon nő vagyok, és ezt nagyon szeretem megélni, a nőségemet, viszont ahogy gondolkodok, az nem mindig női. Szeretem használni azokat a megérzéseket, amit csak nőknél működik ennyire jól, vagy pedig pont azoknál a férfiaknál, akik szintén ilyen hibrid félúton vannak, miközben tökre fölvállalják, hogy ők férfiak, és tökre fölvállalják, hogy férfi energiákkal léteznek, és itt jön a ying és yang, és hogy mennyire van benne az a pont abban a másik színben. És itt flasheltem be, amikor ez ment a fejembe, hogy pár éve futott valamelyik közösségi médiában egy poszt, hogy az indiánoknál van az, hogy 5 féle nem van, és igazából az volt az én megérzésem, hogy itt nem is a nemekről, hanem energiákról beszélünk, az egy másik dolog, hogy milyen testben van ez az energia, és akkor itt vannak ezek a női energia női testben férfi energia, férfi testben női energia, tehát ugye ezeknek rendkívül sok kombója van, mert mértékétől is függ, úgy érzem. Te erről mit gondolsz? Hát ez is egy skála. Ugye van a két Y-os X, az aztán azok elég sokan börtönbe ülnek valamiért.
Ez érdekes, én nem hiszem, hogy föl szeretném vállalni azt, hogy hibrid vagyok, pedig az vagyok, ebben az értelemben az vagyok. De ezt én nem szeretném magamról mondani, ez zavarna. De az természetesnek tartom, most mondok egy példát. Van az a nagyon híres amerikai kabarettista, aki egy női fej és egy férfi fej szoborral beszélget, hogy hogyan gondolkodik a férfi és a nő. Ez a nothing box. A férfi az csak úgy leül, és akkor tud semmire se gondolni. A nő pedig minden össze van kötve mindennel, és egy ilyen zizegés az egész. Nem mondom, hogy zizegés, de ez nincs távol tőlem. És a nothing box, az, vagy kevésbé van távol, mint egy nőtől, de nem igazán. Nem igazán, azt hiszem. Például ennél szoktam azt gondolni, hogy szerintem ez egy intervallum. Én nem is energiának mondanám, hanem gondolkodásmód, egy kicsit attitűd is. Kettő posztot írtam erről. Ugyanis voltam a Győri Petinél az Erre és Arra is podcastban, és ott nála ez egy ilyen állandó tétel mindenkinek, akit meghív, hogy mit gondol a feminizmusról. Én azt mondtam neki, amit neked is írtam délelőtt, hogy számomra ez ilyen értelmezhetetlen kategória kezd lenni a feminizmus, mert ilyen nagyon utopisztikus, és nagyon naív, és nagyon optimistán állok az egészhez, és azt mondom, hogy nekem kell ahhoz így állnom hozzá, hogy ez valamilyen változást idézzen elő, akár pillangóhatás, akár bármi. Kettő posztot írtam erről, az egyik az a Hello Peer férfi, és itt a férfit most le is venném, de ez a Hello Peer társ, legyen bárki az, aki mellettem van, az az elvárásom, vagy ilyen puha elvárás, ez ilyen, nem ilyen kemény elvárás, hanem ez a női elvárás, hogy aki a társam az adott szituációban, attól nem függök, az önmagam jogán egész és boldog vagyok, és a másik sem kell, hogy függjön tőlem, ő is lehet boldog a saját jogán, sőt legyen is, ne tőlem várja, hogy itt megváltsam, és a boldogságet betoljam, és egymáshoz csatlakozás van, és ez a csatlakozás valami olyan dolgot tud előhozni, ami annyira jó, hogy anélkül élni kicsit szarabb. Ez a férfi-női, a férfi-férfi, a női-női, a munkahely, a teljesen mindegy. Mindig úgy járok el a másikkal, mint ahogy velem szeretném, hogy eljárjanak. És volt egy ilyen közösségi média kép pont valamelyik nap, ami eszembe jutott, mert mindig azt mondom, hogy ez olyan, mint két ház, a két háznak van X téglája, és egyik ház se várhatja el a másiktól, hogy elkezdi a saját tégláit bedobálni, hanem egy közös projektet kell létrehozni, ami nem a hogyan fosszam meg magamat a saját tégláimtól, hanem egy olyan produktum létrehozás, ami a tégláktól független, én azért leszek képes arra a közös produktumra, mert megtart a 40 téglám, adott 40 téglám, vagy mindenkinek adott 40 téglá, és sokan ezt eltévesztik, hogy ilyen belemenek ilyen megváltó mártír szerepekbe, és elkezdik adni a téglákat, mert a másik fél akár hiányzik neki, akár nem, akár narcisztikus, akár nem, fogadó fél mindenféleképpen, és egyszer csak ott áll az ember, hogy nem 40 téglája van, hanem 15, és kicsit összeroppant az élete, és burnoutban van, és egyébként is, és szívesen átmenekülne a túloldalra. Te mit mondasz? Nekem szerencsém volt. Az első házasságom az egy hónapig tartott, egy év alatt leváltunk, az nem számít, de a két házasságom az egy hosszú, nagyon hosszú, és egy hosszú kapcsolat végül is. Nekem nagyon szerencsém van. Tehát én erős nőkkel találkoztam. Tehát nekem ez most szétválasztódik az, hogy mit gondolok a feminizmusról, attól, hogy mit gondolok a párkapcsolatról. Érdekes módon össze lehet hozni, de most a párkapcsolatot, mert a párkapcsolatot nyomom. Azt gondolom, hogy különösen a mostani kapcsolatom az egy nagyon erős nő. Hát egy nagyon határozott, nagyon erős. Visszamegyek oda, hogy a gondolkozás, hogy a férfi gondolat és a női gondolkozás. Én azt gondolom, hogy én elég erősen, nem a legszélén, nem egy ilyen macsó férfi vagyok, de nagyon, nagyon határozottan férfi vagyok, és én ezt egy gazdagodásnak érzem, hogy van ez a gondolkozásom az nem egészen olyan, mint csak egy férfi. Csak egy férfi. Hát én ezt egyszerűen nem egy skálán érzem, mert valószínűleg azt érezted meg posztjaimban, meg kommentjeimben, hogy amikor transzolni kell, tehát amikor el kell dönteni dolgokat, akkor az nagyon határozott, és nagyon, nagyon, azt gondolom, hogy eléggé férfias. De ugyanakkor meg gondolkozni, meg szeretek így is. Tehát ez, de most akkor visszatérve a kapcsolatra, ez hasonlít arra, mondjuk két ilyen korban levő, hát nekem fiatal 14 évvel a feleségem, de azért már ő is, ő se fiatal annyira,
házak meg vannak építve. És ráadásul még fizikailag is külön lakom. Mert annyira megszoktuk a saját elrendezésünket, a saját ágyunkat, a saját, saját könyvtárunkat, a stb., hogy mindig gondolkoztunk rajta persze, de most már egyre kevés, már egyre inkább látjuk, hogy ez nem... Így jó. Mind a kettőnek van egy nagyon komoly magányigénye is, és most nagyon örülünk annak, amikor találkozunk. Más a te korodban, hogy mit vársz el egy ilyentől, meg más az én koromban. De azt kell mondjam, hogy a korábbi léte, amely viszonylag fiatal, 27 éves kor voltam, akkor is, amikor először másodszor megnősültem a gyerekeim anyjával, ő máshogyan volt, ott van rengeteg lelkifordulásom. Ő máshogyan volt, de ő egy fantasztikus ember volt, és nem elég az, hogy megteremtette mögöttem a hátteret egy ilyen sztahanovista volt, és én egy sztahanovista voltam, és ő megteremtette ezt a hátteret, egyébként jogász volt, meg mit tudom, nagyon okos is volt, meg minden, amit akarsz, de nem kemény. A mostani feleségem az még kemény is. Szabad ne feledd, és nekem itt fonódik össze a párkapcsolat a feminizmussal, mert szerintem egy nagyon fontos dolgot mondtál, hogy a feleséged attól függetlenül, hogy nagyon erős volt a második feleséged, és nagyon kemény nő, nem annyira, mint a mostani feleséged, mégis lágy volt és női. És nekem itt csúszik el a mostani feminizmus fogalom, hogy sokan félreértik, úgy érzem. Aztán lehet, hogy nincs igazam, de úgy érzem, hogy a critical mass, a falu úgy értelmezi ezt a feminizmust, hogy toljad apám, akkor te is ugyanúgy, mint én. Nem engedi meg ezt a skálázást benne, azt, amitől én hibridnek vallom magam, hogy én baromira odafigyelek a ciklusomra, baromira testtudatos vagyok, baromira felfedezem magamban, és tisztelem ezt a női energiát, miközben ki tudom cserélni a villanyégőt, miközben tudok magaságyást építeni, és nem érzem magam annál attól szarabbnak, hogyha ki kell hívnom egy szakemet, viszont el tudom neki mondani, hogy figyelj, azt kéne csinálni, hogy. És pontosan meg tudom exaktul fogalmazni a problémát, de ha nem tudnám, akkor se lenne semmi bajom ezzel. Nem tudom, akarsz ezt, vagy azt, vagy amazt, akkor tegyél érte, miközben mi kerek egészen teszünk érte, csak másik irány volt ez. Hogy éled meg, vagy hogy látszik ez a túloldal? Nekem itt még nem jön össze. Tehát nem jön, 2.0-át írtam, vagy 3. Oké, oké. Az a jogok. Tehát hát azért vigyázz, még 100 évvel ezelőtt nem volt választási joguk, ne, a színesbőröknek is, stb. Tehát én azt írtam, és az a lényege, hogy az egy nagyon nagy lépés volt, és alapvető lépés, hogy jogilag nem Iránban, nem Afganisztánban. Meg nem Szomáliában. Meg Afrikai országokban. De hát azért itt gyakorlatilag jogegyenlőség van. Úgy fogalmazza, még két évvel ezelőtt még meg tudtam hallgatni a Peterson, azt már nem tudom meghallgatni, mert teljesen elvadult. Tulajdonképpen az őtől származik, hogy az input egyenlőség megvan. És azt mondja, és ebben részben egyetértek vele, és ez itt jön be, amit te mondasz, hogy a feminizmus, és ebben teljesen egyet, amíg az input egyenlőséget megszerezték, ők is emberek, ugyanannyit érnek, stb., addig teljesen vele voltam, és együtt tudtam rezegni ezzel a dologgal. De már azzal, hogy output egyenlőséget akarnak, itt jön elő, hogy nem a téglalakokkal akarnak egyenlőséget, hanem a kamionsofőrökkel, meg a híd alatt lakókkal, ahol több a férfi, nem ezekkel akarnak egyenlők lenni, hanem a vezérigazgatókkal, hogy ugyanannyi vezérigazgatókkal. Valahol egy ilyen nagyon durván, nem azt mondom, de ellen egy érv, hogy hát miért nincs több téglarakó, legyen mindenütt 50-50, akkor legyen téglarakóban is női kvóta, és 50% téglarakó az nő, különös az nő legyen. Ez egy nagyon kényes téma, mert az viszont, hogy az input egyenlőséggel nem lett egy valódi egyenlőség, az előítéletek megmaradtak, hatnak, nem is tudom, hogy tudnak-e nem hatni egyébként, mellesleg mondom, még a színes bőrűekkel is. Hát tulajdonképpen ez úgy van, hogy az állatok is, hogy aki másképpen néz ki, arra haragszom, és az az ellenfelem. Tehát ez egy emberi dolog, hogy ezt le kell vetközni, és mindenki ugyanakból az afrikai törzsből származik, meg mit. Gyakorlatilag ők is ugyanolyan emberek, de ezt, mivel ránézek nagyon más, máshogy beszél, itt kell embernek lennem. Hát a nővel az a veszélyes, hogy ő neki be kell öltöznie 12 centis a tüzsakucipőbe, órákig festi magát, stb. Tehát ebbe bele van szorítva. Lássuk be, aki csinos, akkor azt kihasználja.
És jogos, hogy én is kihasználnám valószínűleg. Ez nagyon nehéz, de nézzél embernek, és jó kis mellett minden, feneke kim van minden, tehát, és kurva Isten, hogy azt fogom először észrevenni. Hát most érted, nyilván ez ösztön. Mindenki lőjön le, ez tudom, mint ott eszembe. Van egy ilyen Robin DiAngelo nevű hölgy, fehér egyetemi oktató, stb. Három könyvet írtak, kettő könyvét elolvastam, a részteoridó. Gyakorlatilag elolvasta két könyvet, és azt mondod utána, hogy oké, okay, én rasszista vagyok. Mert azt mondja, hogy a fehér ember nem tud nem rasszista lenni. Na most ez öngól. Jó, hát hogyha, ha úgyis rasszista vagyok, akkor már inkább leszek, akkor inkább azt mondom, hogy én tényleg rasszista vagyok. Tudik, ha tiltakozol ellene, annál rosszabb. És ezek összefüggenek, ezek teljesen összefüggenek. Mm-hmm. Akartam válaszolni. Az outputokat mondottuk szét. Elfogadom, amit írtál is, hogy mi kell ahhoz, hogy a nő úgy tudjon fellépni, úgy tudjon akarni valamit, ahogy egy férfi. És ne legyen fölötte ugye a glass ceiling, meg stb. Nem tudom, de az erőszakos megközelítése a dolognak, például a kvóta, kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz a kvótáról, ez egy konkrét dolog, amiről lehet beszélgetni, az veszélyes, mert lesznek ilyen valódi díszpinty nők, akik azért kerültek oda mellé, lesznek nők, akik megérdemlik. De most is vannak ott nők, akik... És ez, itt ez össze fog kavarodni, és sajnos az is meg fogja kapni, aki megérdemli. Hogy mondjam, az emberek agyát nem... Ja, változik. Az előítélet se olyan, mint volt. Messze nem olyan az előítélet, mint volt. Például az női egyenlőséget, az igazán belülről is mindenki, minden értelmes ember elfogadja. Feketeből is azt is. Nem is kérdés. Kérdés, hogy egyformák vagyunk. De hogyha arra megyünk, hogy ez ugye, mondtam, hogy a nő parancsomadárnak kell lennie. A kvóták irányába azért menjünk, mert ezzel visszacsatolok arra a hibrid és energia mezőkre, amit én érzek. Uh-huh. Mert azt mondom, hogy lehet azt mondani, hogy legyen 50 kőműves férfi és 50 nő. Nagyon szép, igen, szerintem is az a kvótaság, és azért próbálnak ezen csiszolni, hogy esélyt adjanak annak a képességnek, ami esetleg egy női testben van. De nem tartom azt az erőszakosságot, amit te is mondtad, hogy ezt lehet ilyen erőszakosan pusolni, ezt nem tartom én sem célra vezetőnek. Pont emiatt, mert nem a képességet nézi feltétlenül, hanem az, hogy legyen ennyi hát darab. Védekezésre késztet. Hát ez a kócsikban tanuljuk. Az ellenfelet védekezésre, nem arra, hogy egyetértsünk, nem a felén, nem nyitok, hanem zárni fog. Ide jutott eszembe az, hogy nem tudom, most nem olvastam annyira, de például az a menedzsment, hogy az szokott lenni ilyen, hogy a női vezetők jobbak, ki lehet mutatni, mert nem tudom, hogy miért. Mm-hmm. És már ott tartunk, hogy a női vezető jobb. Ebben a formában persze hülyes, merném állítani. Csomó nő, aki lehet csomó férfinél jobb, meg hát szóval nem, nem függ, hogy egy jó egy vezető. Tehát akkor oda megyünk, hogy a fekete ember meg a nő nem egyszerűen egyenlő a fehér emberrel, meg a férfival, hanem biztos, hogy jobb is rögtön. Azért, mert... Ráfűzök egyet, LinkedIn-en jött szembe egy poszt. Vannak ezek a Women Leadership, mint tudom, milyen hashtagek, amivel szoktak futni, és volt egy fekete nő, aki azt mondta, hogy csak azért sem mondom ki, hogy én vagyok az első fekete női CEO a cégnél, vagy nem tudom, tehát igen. Whatever. Tehát nem ezzel jött elő, hanem azt mondta, hogy én vagyok az első 42 éves CEO. És nem vagyok hajlandó azt mondani, hogy woman, és ezt összekapcsolni a leadership-el. Igen, ez okos, díjazandó, mert de ugyanakkor meg megértem azt, aki indul egy cégnél, indul azonos pozícióban vannak, és ott. És hát vagy azért kerül oda a férfi, mert tényleg megérdemli, vagy azért, mert mégiscsak férfi, biztos, hogy van ilyen, nem tudom, hogy megoldható. Tehát az a problémám, úgy biztos nem, hogy legyen a nő, mert azért menő. Érted? Ez ugyanaz, mint ez megint, most már ma reggel ugye boomer, meg nem boomer. Lehet látni YouTube-on videókat, meg te most be is ütöttem ma, hogy adjál már ki egy kis YouTube-on, mert nem vagyok rajta a TikTokon, és tudom már, hogy miért. Hát adj zsibasztó. Komolyan. És lehet, hogy az a célja. Tehát, hogy zsibasztánk az agyunk. Igen, borzasztó. Uh-huh. Tehát borzasztó. Tehát hogy ott nem szabad boomerkedni, oké,
Visszamegyek egy kicsit, és ráfűzök. Rengeteget olvasok a burnoutról, főleg azért, mert én érintett voltam benne, és nagyon nehezen vettem észre, nagyon sokat kellett magamat edukálni, hogy rájöjjek, hogy ez a bajom. Nem azért nem kértem segítséget, mert nem vagyok egy segítségkérős ember, bár ezt is tanulnom kellett hibridként, nem ment ez olyan könnyen. Megerős energiákkal rendelkező emberként, ez nekem nagyon nem ment könnyen, hogy segítséget kérjek, és ki is szedtem magam ilyen kicsit Münchhausen bárónéként a gödörből, de nagyon sokat olvasom ezt a témát, és most, ha megfeszítésre fogom tudni, egy cégnél milyen a kiégés aránya, megnézték egy irodában, és az volt, hogy 3 darab nő volt az, aki eltávozott a cégtől, kilépett, mert azt mondták, hogy nem bírják tovább ezt a pressure-t, ami van rajtuk, és kiégtek. És megnézték, hogy adott cégnél ezek a nők mivel foglalkoztak. Arra jöttek rá, hogy valójában nem a pozícióba, és nem abba égtek ki, amit csináltak, hanem mivel ők működtették ezt a női energiát, őket találták meg azok az emberek, akik ventilálni szerettek volna. Nem akarok hazudni, hogy volt-e cégnél pszichológus, vagy nem volt, vagy volt erre egy olyan HR-es, aki ki van képezve, vagy bármi ilyesmi, de ez a 3 nő vitte a 40x főnek a terheit, akik köszönték szépen jó voltak, mert volt kinek ventilálni. Ez volt az áldozat az ő részükről, és ők meg nem tudtak nemet mondani. Mondjuk ez is egy izgalmas, hogy a nők nem nehezebben mondanak nemet, mint a férfiak. Te erről mit gondolsz, vagy te ezzel találkoztál-e? Azt tudom, hogy én könnyen tudok nemet mondani. És valószínűleg a feleségemnek, a gyerekeim anyjának, annak többet kellett volna tudni nemet mondani. Mármint, hogy feléd kellett volna többet? Felém is kellett volna nemet mondani a többször. Tehát helyre kellett volna rakni a mostani, azt helyre raktam, tehát az nincsen gond. Igen, ez nagyon, aki ezt írja, az mindig nő szokott lenni. Tehát aki írja a LinkedIn-en is, meg Facebook-en. Ez egy férfi volt. Erre emlékszem, hogy ez egy férfi volt. Ez egy férfi volt, aki ezt posztolta. A te értelmedben ő is hibrid szerintem. Mert azt hiszem, hogy bizonyos értelemben én ezt nem fogadom el, nem szeretném, de értem, hogy mit mondasz, és mondom. Tehát én ezt egy gazdagításnak érzem, hogy mások foglalkozni. Még egyet ráfűznék. Okay. Nagyon szeretem a Lippai Rolinak a posztjait. Volt nemrég egy posztja, ami engem különösen mélyen érintett és triggerelt, mert én megmentő voltam nagyon sokáig egy kapcsolatban, és ezt most sem vállalom, hogy ebbe nagyon beletört a bicskám, mert ez két részről, tehát én beleraktam az én 50%-omat, de bele kell rakni a másiknak is az 50%-ot ahhoz, hogy ez működjön. Ezt el tudom fogadni, és tudok vele élni. Viszont akit meg akartam menteni, az ilyen full burnoutban van a mai napig. Úgy tagadja a mai napig, és a Lippai Roli hozott elő egy olyan posztot, ami arról szól, hogy a férfiaknak a szűrővizsgálataik sincsenek annyira kihangsúlyozva, még a fizikai szűrővizsgálatok se. Tényleg kimerül abban, hogy ne igyel, ne dohányoz vezetés közben, ne dohányoz és ne igyel, lehetőleg néha menj el urológushoz, és így done. A nőknek sokkal cizelláltabb, de én erre azt válaszoltam, hogy azért a nőknél is tök jó lenne edukálni az orvosokat. Azoknak mondom, akik esetleg ezt hallgatják majd, és nem olvasták ezt a posztot. Nyilván itt nagyon sok évtizedes beidegződéseket kell átalakítani az orvos edukációban is, meg az egész rendszerben. A nőknél se egy zászlós felvonulás, hogy a nagymamám mondaná, amikor mész nőgyógyászhoz, ahogy a lábad közé fognak engedni valakit, és az a valaki, az mondjuk azzal fogad, hogy miért nem jött 2 éve már? Vagy, érted? És nekem tök mákom volt, mert nem ilyen orvosom van, és azóta sem okoz gondot szűrővizsgálatokra járnom, de ehhez ő nagyon nagy mértékben hozzájárult, mert 20 évesként hozzákerültem. És rögtön az első vizsgálatkor nem azzal kezdett, hogy eddig miért nem, meg egyébként miért ez, miért az, miért, tehát semmi, hanem elfogadta, hogy nekem ez a döntésem, ez van, ebben kell támogatni, és tovább kell lendíteni, mert az nem fogja megoldani a problémát semmilyen téren, hogyha lebasz és azon rágódunk, hogy mi miért volt. És akkor itt jönnék azzal be, hogy a férfiak és a kiégés, hogy mi az a pont egy férfinak, mert
fizikailag azt mondod, baromira fáj egy gyomrom, elmegyek gyomortükrözésre, mert nem tudom tovább húzni, és egy férfinál ez a fájdalomérzet, amit te mondtál, a nők sokkal, sokkal jobban trenírozva vannak a fájdalom elviselésére, majd ebbe is belemennék később, de hogy egy férfinél mire ő eljut oda, hogy nagyon fáj neki, akár fizikálisan, akár mentálisan, addigra szar állapotban van, ezt mondjuk ki. Nekem azt hiszem sosem volt burnoutom, de én nagyon sok mindent csináltam. Tehát körülbelül 15-20 év múlva egészen mást vált. Tehát három dolgot csináltam a életemben. Tehát magyarul, amikor meguntam a dolgokat, cégnél is így volt, akkor tovább mentem. Ha meguntam, meg tudtam unni szakmákat, én mérnök vagyok eredetileg, akkor tovább mentem. Tehát ez egyik dolog, de volt, amikor egyikbe átváltottam tulajdonképpen mérnökből pénzügyesbe, meg hát eleve gazdasági igazgató lettem először, az persze a 90-es éve, 91-ben volt, tehát amikor egy nagy felfordulás volt. Most már majdnem olyan van, de akkora nem volt. Akkora nincs, amilyen akkor volt. És akkor egy egész sereg pénzügyes kellett, új könyvelő, stb. Mert a kis cégek megalakultak, és a külföldiek, nyelvet is kellett tudni. Lényeg az, hogy az első ilyennél az egyszerűen az volt, hogy emlékszem, hogy olyan volt, hogy elájultam. Nem teljesen, nem vezetettem el. Én lefeküdtem, már szobám volt, tehát ilyen igazgatói szobám is titkárnő, és én lefeküdtem a helyzetre. Úgy lettem egyébként, ahogy hívják, és így jönnek az életrajzi elemek, hogy egy angol diplomát csináltam. Diplomaszerű, MBA-szerű valamit csináltam, amiben könyvelést tanultam, és a könyvelés tanár beajánlott egy új céghez, egy ír magyar céghez, és oda kerültem, és hát az nagyon nehéz volt, mert valami egészen új, tehát hozzá kellett tanulnom, ez aztán máshol is volt. És lényeg az, hogy annyira kimerültem abban a feszültségben, amiért, ez lehet, ez valószínűleg burnout, de akkor nagyon, nagyon intenzív, tehát nem ilyen szép lassú, hogy egyre nehezebb meg minden, hanem utána nem volt semmi, tehát kivizsgáltak, de nem találtak semmit. Mondtam. Azóta iszom kávét egy kicsit, tehát pont egy vagy két kávé, 91-ben volt. És aztán egyszer még, ugyanabban, nem, a következő cégnél is, egyszer akkor otthon, ez a cégnél volt, és akkor otthon. Gyakorlatilag nem estem, de így, vagy a WC-ből jöttem ki, és az ajtót se csuktam be, hanem így elnyúltam, és akkor kicsit ott voltam, mondtam 10-15 percig. Először az egy olyan fél óra volt. Ez mind a kettő, nem lehetett semmit megállapítani, szintén úgy, ahogy a burnoutosoknál se annyira lehet ilyenkor megállapítani. Tehát, hogyha úgy veszik, akkor volt, ez egy ilyen nagyon intenzív valami volt. Amiért talán nekem nem volt, mert engem mindig egy csomó minden érdekelt amellett, amit dolgoztam. Tehát én soha nem merültem bele teljesen 100%-ig a munkámba. Tehát úgy értem, a munkámat elvégeztem meg. Nem az éjjel-nappalomat nem tette ki. És még azt sem mondom, hát azért 20 évig felsővezető voltam, azt sem mondom, hogy ott nem lehet tenni a 5 órakor, meg 6 órakor, nem lehet. Tehát ilyen értelemben nyilván valamikor sokkal többet is kell dolgozni, de olyan értelemben, hogy mindig a nyitottságom az megvolt, és tudom, filmeket gyűjtöttem, könyveket gyűjtöttem, olvastam, néztem filmeket, stb. Tehát mindig voltak olyan dolgok, amik színesítették az életemet. Tehát nem sivatagosodtam bele egy témába, ami éjjel-nappal engem vitt. Ennyi.